tisztelt kedves emberek, Renault mellett állok, de nem is ez a lényeg, hanem megpróbálom kinyitni a Captur-t. Sikerült is, és hogyha belenézzünk a Captur-be, akkor kettő darab rollert látunk, illetve a telefonomat, ahogy veszi fel a hangot a biztonság kedvéért, hiszen fúj a szél. Azt sem tudom, hogy a fejkamerában mi fog látszani, vagy mi nem, de ez majd egy kicsit később. Autó becsukódik, szépen följövök ide a kerékpárútra, Pipacsmező mellett, lerakom az Okai Neon rollert ide a földre, és akkor látom azt, hogy itt pihem. Oké, egyetlen egy mozdulattal egyébként ki lehet nyitni, ez pedig nem más, mint itt van egy kar, meghúzom, fölemelem, és már is megvan a kis rollerünk egyben, itt áll szépen, óvatosan. Következő, amit meg kell tennem, forgalmiból kiveszek egy kártyát, természetesen ez a forgalmi, ez nem az Okai Neon rolleré, hanem ugye a tesztautói. Van ez a kis kártya, ezt szépen ide érintem, és látszik, hogy szépen beköszönt a rollerünk, hurrá, illetve az is látszik, hogy az elején egy ilyen neon fény fut itt szépen körbe-körbe, továbbá az nem látszik, de alul is végig futna ez a kis neon valami. Aztán, amit még tudok elérni, az nem más, mint hogy bekapcsoljuk a lámpát, ha minden igaz, akkor most sikerült is. Igen, ott van, világít az első lámpája. Oké, ez ideig szép, és ez ideig jó. Most jön a lényeg, az pedig nem más, mint hogy ugye el tudnánk indulni a rollerrel, sőt, induljunk is el a rollerrel, szépen pulzál a fény, oké, ez nem izé, azt sem tudomány, hogy ezt a kart meg kell nyomni, de most nem megy a roller, ellenben, ha szépen ráállunk, és megnyomjuk a kart, akkor már is elkezd gyorsulgatni a roller. Kis kerékpár úton rollerezgetünk, elektromos rollerezgetünk, és megyünk szépen, suhanunk a tájon, és még talán az is látszik, hogy éppen mennyivel megyünk, vagy ha nem, akkor sem történt semmi. Megfordulok, de csak azért fordulok meg, mert ugye visszamegyek az autóhoz, mert az, hogy rollerezünk egy elektromos rollerrel, hát jó, oké, ilyet már azért láttunk, egyébként 25 km per órával tud menni maximálisan, és ez kettő dolog miatt van, egyrészt a biztonság, másrészt pedig ugye vannak ezek a bizonyos szabályozások, ami hogy 25 km alatt más a besorolása egy-egy rollernek. Na jó, van, álljunk meg, álljunk félre egy kicsikét, és akkor nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha egyrészt megigazítom a fejemen ezt a kis pántot, hogy hát így jobb lesz a felvétel, vagy legalábbis kicsit egyenesebb lesz. Másrészt mi van akkor, ha elővesszük a telefonos applikációnkat. Elővesszük a telefont, szépen kinyitjuk a hüvelykújunkkal, oké, itt van egy Okai applikáció, és hogyha belenézünk az Okai Y applikációba, akkor látjuk azt, hogy ott van szépen a kis rollerünk. Az is látszik, hogy most ugye aktív itt a kilométer óra, de az is látszik, hogy ha megnyomom a stoppot, és szépen akkor elcsendesedett a kilométer óra, fekete-fehér lett, de be is tudjuk kapcsolni. Ha minden igaz, igen, be is kapcsoltuk, és már is beköszön. Hú, hát ez éppen, ez tényleg ez nagyon jó. Látszik az is egyébként, illetve látszana, hogyha most lenne net kapcsolatunk, de direkt nincs ezen a telefonon net kapcsolat. Egyébként akkor látszana az is, hogy hol van a roller, illetve be tudok állítani sebességet, ugye most 25-tel megy maximálisan a rollerünk, de meg tudnánk azt csinálni, hogy csak kevesebben menjen, azaz durván ilyen 15-tel, vagy akár csak 5-tel is tudunk menni, és akkor nem fog gyorsabban menni, és ezt most mindjárt meg is mutatom, kedves hallgatók, kedves nézők, kedves olvasók, most 5-re lekorlátoztam, a zsebembe visszarakom a telefonomat, a láb az eltűnik, és nézzétek meg, nyomom ezt a kart teljesen, és nézzétek meg, a roller csak ennyivel gurul, hiszen le van most korlátozva, egyszerűen nem fog menni többel, mint 5 km per óra, ennyi, ilyenkor ennyit tud maximálisan. Hát ez nem életszerű, ez nem annyira jó, de hát figyeljetek, ilyen ez, amikor az ember így vigyázni akar, vagy magára, vagy szeretteire, vagy gyerekére, vagy bárkire is. Oké, visszajövök ide az autó mellé, és akkor mit látunk? Szépen lerakjuk, és akkor a legfontosabb az az, hogy a telefon megint fölnyílik, és a sebességet azt visszarakom, oké. Az oké, sebesség, szép. Hogyha most lenne netem, akkor meg tudnánk nézni, hogy merre jártam, illetve hogy milyen útvonalon jártunk, de ugye nincsen net. Tudunk egy diagnosztikát, tehát meg tudunk nézni mindent, hogy hogyan néz ki a rollerünk. Látszik, hogy szépen itt az adatokat szépen olvassa le. Különböző dolgokat meg tudunk nézni, látszik, hogy az akkumulátor, látszik, hogy hol tartunk, stb. Ebbe most nem fogok belemenni, ezt majd leírom a tesztelekem.hu oldalon.
hiszen sokkal érdekesebb úgy. Ellenben nem sokkal fontosabb, hogy személyre tudjuk szabni ugye a rollerünket, és akkor van ez a, az elején ugye fut ez a kis digitális fény, illetve kis RGB fény, fényeket is tudunk, és akkor egyébként bele tudunk menni abba, hogy ez a stílus, mármint egyrészt a kilométerről a stílus, amilyen legyen. Látszik, hogy most ez van. Csináljuk azt, hogy hát megváltoztatjuk a kilométer óra stílusát. Mondom, megváltoztatjuk, ez az. És átváltozott. Nézzétek meg, hogy ezt választom. Akkor átváltozik, de tudok egy ilyen hagyományos órát is kiválasztani. És ezzel ugye személyre tudod, testre tudod szabni. Továbbá, még az applikációnak a segítségével még további kilométerórákat is le tudsz magadnak tölteni. De én most vissza fogok állni erre, mert nekem ezt tetszik a legjobban egyébként. Látszik, hogy a Bluetooth kapcsolat az aktív, illetve ha visszamegyünk erre, akkor látszik, hogy a Bluetooth kapcsolat aktív, meg látszik az is, hogy be vagyunk kapcsolva, a lámpa, meg minden. Na mindegy is, oké. Okay. Mégiscsak visszarakom, hogy ez olyan szép, nem? Ez olyan jó pofa, nem? Vagy legyen ez a fehér, és az a jó pofa. Hát mindegy, nem, most kipróbáljuk ezzel, na, oké. Okay. Ezzel már eleget bénáztam, oké. Okay. Viszont, ami sokkal fontosabb, visszamegyünk a menübe, és akkor itt van ez a bizonyos kis világítás setting cuccunk. Tehát nézzétek meg, ki tudjuk választani, és akkor most mutatom, megpróbálom mutatni előről, hogy ugye ott fut ez a fény, amelyik most nagyjából ilyen lilás fény, de ezt így át tudom konvertálni kékké, és hogyha átkonvertálom kékké, akkor leokézom ezzel a ez az, és látszik már is, hogy kéken világít. Továbbá. Visszamegyünk a kis színválasztékba, akár lehetne ebből zöld is. Na, donegombunk, és már is zöldre világít, illetve akár még ennek a sebességet is meg tudod szabni, hogy mennyire látszik, hogy most ilyen nagyon lassan lépeget. Nézzétek csak meg, mindjárt mutatja. Ugye most annyira lassan mutatja, hogy szinte nem is mutatja, de ott van. Szépen lassan, és most visszaváltott ugye a lilára, mert hogy közben elnyomtam a gombot, de itt van, látszik, hogy lassan váltogat az egész. Nekem önmagában ez az egész megoldás nagyon tetszik, hiszen annyira személyre tudod szabni a kis rolleredet, hogy ezáltal ugye tényleg otthonosan fogod magad érezni, és akkor az lesz, amit te szeretnél, visszarakom erre a rózsaszínes lilára, hiszen az azért sokkal izgalmasabb, mint amit én itt zölden kiválasztottam volna, ez az. De itt különböző más variációba is bele tudsz menni, tehát hogy itt is bele tudsz menni a sebességbe, ez akkor megint más lesz a, tehát hogy nem csak a világítás színébe, na csak ki fogom nyögni, nem csak világítás színébe tudsz belemenni, hanem bele tudsz ugye menni abba is, hogy milyen, tehát most itt így világít. Így pulzál az egész, lehet látni, aztán ha átváltjuk, akkor pedig ugye rohangálnak a kis színecskék. De bele tudsz menni még itt is egy különböző más variációba, most ilyen sok kis szaggatott vonal lehet látni, ugye nem kell ezt magyaráznom, tehát egy csomó mindent itt tudsz variálni, és ezt mindez színekkel is tudod variálni, ahogy már látjátok mind a három részen, illetve sebességben is. Ami jó ebbe a rollerbe, és nekem ami baromira tetszik, az tényleg ez, hogy ennyi az összecsukása, és már össze is csukódik. És amikor összecsukod, ugye itt most mozog a kereke, hurrá, oké, okay, nagyon szép és nagyon jó, mozog a kereke, de amint lecsukod, akkor ugye ez a kerékmozgás most, ja, bocsánat, tehát amint lecsukod, akkor a kerékmozgás az egyszerűen nem engedi, bekattan a helyére, és már föl is tudod emelni. Illetve ami fontos, hogyha mondjuk nem az applikáción akarod kikapcsolni, akkor ugye egyrészt nem tudom még mindig felemelni, bocsánat, ezt most én szúrtam el, de nem kell ezzel foglalkozni. Tehát ha nem az applikáción akarod kikapcsolni a kis rolleredet, akkor pedig megnyomod ezt a gombot, és már el is köszönt tőled. És természetesen az applikációban is ki tudod kapcsolni, illetve ami még számomra egy kicsit ilyen fura volt, de mégis érdekessége az egésznek, az, hogy most ott pihen. Az applikáció az ugye itt van a zsebemben, le van töltve, de akkor van olyan, amikor így megmozdítod az egészet, akkor hát most pont nem, de hogy mindegy is, az a lényeg, hogy van olyan, hogy már akkor is elkezd magához térni, illetve mutatom még egyszer, applikációból visszamegyünk az elejére, és
bekapcsoljuk, beköszön. Szóval így összességében látszik az is, hogy az akkumulátor hol van, látszik az, hogy mit csinálunk, és egyébként ilyen 30 km-es távolságot meg tudsz vele tenni, illetve ami nagyon fontos, az az, hogy ezt a rollert ezt használtam a Red Bull Ringen 2 hete, az eset V4 kupának a versenyén, és a Red Bull Ringen bizony elég nagy a szintkülönbség, és az emelkedőt is nagyon jól viselte, nagyon jól gyűrte, nagyon jól letudta ez a nagyszerű kis Okai Neon Roller. Azt is láttatok, hogy a kocsiban van egy másik roller, ez ennek a Neon Rollernek egy másik változata, a Neon Pro. Igazából a legnagyobb különbség az, hogy ennek van némi lengéscsillapítása, az ott majd mindjárt meg fogom mutatni lent, tehát ott lehet látni, hogy így gyűrődik, és ez a lengéscsillapítása, a másiknak nincsen, és igazából ez a legnagyobb különbség, illetve az, hogy ezt a rollert én most el fogom fektetni, de nem azért, mert elestem, hanem azért, hogy megmutassam, hogy ennek itt alul oldalt is fut ez a kis neon ledes csík, így szépen ugye ezek a színek itt alul is körbefutnak, mindkét oldalán egyébként, míg a másiknak, a Neon Lite nevezetű rollernek, annak alul nincsen fény. Hát így röviden ennyi, ez most egy összeszedetlen videó volt, meg ilyesmi, de tudjátok itt a teszteleken mindennek.hu oldalon, ezt már megszokottátok tőlem. Ellenben ugye készült erről a kis rollerről podcast, aztán minden ilyesmi, szóval maradjatok velem, szeressetek, kövessetek, figyeljetek, húrogjatok le, szóljatok hozzá, és mindenféleképpen szaladjatok el egy Neon, illetve szaladjatok el egy Okai kereskedéshez, illetve ahol el lehet érni az Okai rollereket, és akkor mindenféleképpen próbáljátok ki, teszteljétek ti is, illetve hát egész jó elérhető áron van. Szóval ajánlom mindenkinek, és egyébként most a legnagyobb divat az ugye az egyik ilyen kínai gyártónak, egy másik kínai gyártónak a nagy roller, amik ugye most próbálnak meg feltörni. Ez jobban bírja az emelkedőt, az biztos, ennek 30 km hatótávolsága van, az biztos. Ennek ugye a 25 km-es sebessége az biztonságot is garantál, illetve azt is garantálja, hogy nem fognak megbüntetni, hogyha ezt a rollert használod, tehát ez is biztos, míg az a másik márka, az meg igazából most úgy van, hogy nagyjából a nevéből próbál megélni, de nem az igazi még egyelőre. Ja, és még mielőtt elköszönik a két roller között, tehát az Okai, illetve az Okai Lite között, ugye azt már mondtam, hogy a lengés csillapítás az különbség, illetve az a gumiai, a Litének egy kicsit szélesebb, hiszen annak nincsen ugye semmilyen lengés csillapítása, ezáltal ugye azzal fogsz rugózni, hogy a kereked, a gumi abroncsod fogja tompítani a kis úthibákat. Szóval így röviden ennyi, tesztelek-e mindennek, podcast.hu, bekurulva.hu, minden ilyesmi, Sanyi, kipróbáltak ezt a rollert, hamarosan hallhatjátok a podcastot is, de addig is maradjatok velem, szeressetek, kövessetek, szevasztok!